Karikó Katalin élete csupa meglepetés. Híres tudós volt a levelező partnere, és életet is mentett. A nyugdíjas Tóth Alberta a kisújszállási házába fogadta televíziónkat. A nyugalmazott tanár több mint öt évtizeddel ezelőtt megszerettette az immár Nobel-díjas tudóssal a biológiát. És én benne a tehetséget úgy ismertem fel, hogy a, a szülőket ismervén garancia volt arra, hogy tehát amit ő produkál, azért ő keményen meg is dolgozik. És utána, amikor volt egy ilyen úttörőknek tartott verseny, akkor én Katit ott láttam ilyen szempontból is szerepelni, és mienten meghívta Máltás iskolás korába a gimnáziumoknak a biológiai szakkörébe. És Katia megfívást elfogadta, és adott időben, adott helyen, óramű pontoságon megjelent, és már is úgy mondjam az, hogy ott is maradt, hogy utána ez a kapcsolat vele mindmáig megmaradt, és akkor, hogyha az ember ezt a dolgot próbálja mérleget tenni, akkor ebben az esetben maga a megvég, elvégzett munka, volt a garanciája annak, hogy az a dolog ilyen formában megmaradhatott. Büszke? Én azért vagyok rá büszke, hogy, hogy lényegében az a munka, amit vele kapcsolatban végeztem, az nem volt hiába való. Hát nekem ez volt a igazi megfizetés ennek az egésznek. Hihetetlen érdekes, hogy, hogy amikor ő már olyan munkákba belefogott a különböző pályázatokba, amik hát komoly szakmai ismeretet igényelt. Na most ő ebben az esetben nem azt csináltad most akkor, hogy ő azt mondja, hát ő én ebben nem tudok még részt venni, mert hát még, még, én ebben a dologban nem vagyok kellőképpen jártos. Utána járt. Volt, amikor 40-50 irodalmat, könyvet nézett át, és ebből utána, amikor valamilyen produkcióra volt szüksége, mindig volt neki módja ebből meríteni. És ilyen formában a hitelességét ő saját magának vívta ki, nem pedig a reklámok által tették az ami bé. A kapcsolatunkat val, folyamatosan fennállott, és fenn is áll manapság is. Tehát amit ő csinál, arról én értesültem. Az én ebből, hogy mit értettem meg, és hogy mit nem, az egy teljesen más kérdés. Amikor Amerikában voltam, akkor Katinak is a laboratóriában részt vettem, vagy be bepillantottam. és ami az egészben énben az maradt meg, hogy lombik kémcső kémicső egymás hegyén hátán, benne valamilyen folyadék, és amit Kati akkor már csinált, az már ennek a mostani sikerének az elinduló pontjához köthető, a, a, a szak embert ilyen formában azt kell mondanom, hogy Katinak az ottani eredménye már Amerikában hamar megfogant, de ennek voltak erőszményei. Tehát ő minden egyes sikeréért keményen megdolgozott, már azt kell mondanom, általános iskolás koráig visszamenően.